Igaz, Mária örökre ott van? Többet nem játszik velük? Mária! Nem így beszélünk már! Megtanulsz minden szép és jó, és aztán hozzájössz. Azt mondtad, hogy nagyon jó. Akkor én már öletem vagyok. Édesanyádat is a legkörülté 17 évesen, aztán a feleségem. Ez a földi. Nagyon szeretek benneteket, de várjuk az Úr hajnéka után. Én is már még veled, de szüleim hallgassanak valamit róla. Amikor atyám megmondta, hová mész, amikor atyám megmondta, hová mész, azt mondta, azt a leszel, megnősz, férjhez mész, és mindig. Atyám, megérkeztem vendége. Hol vezessen őket? Mi, te sietve. Mi kimegyünk a felpárti legyetekkel. Rélek, rélek. Egyetlen a hálom. Az Úrra mérés. Kitörfél. És miért te vagyunk? Mégis. Nagyon fáj. Üdvözöllek benneteket szerény otthonomban. Foglaljatok el! Elnökség az átutáltatásatok? Jól meggondoltátok? Tudtok megélni már a gyermekről? Nincs áldozat. Fájdalom nélkül. Bár ismerjük lányatok adottságait, mégis meg kell kaptunk a vizsgát, mert íráson helyen és adunk róla, hogy nem is állni is van. Három kérdésre választogatok a felvétel. Első, megfelelően értelmi fejlődtsége a templom sorának. Második, önszántából belőle az elvárást tőletek. Harmadik, fel tudja fogni, mire vállalkozik. Meg fog felelni vállalkozásodatnak. Anna, gyere és köszönj vendéget! Mert szégyen benne.
Isten megállt mindannyiunkat. Áldjon meg, ne áldj a magasságot. Vezérelje utadon, megyékében legyen veled. Jó, amit császám, felveszem. Istenem, te boldog vagyok. A én szívem is örvendek. De szomorú vagyok. Örvendek, hogy ilyen lányokban. De szomorú vagyok. Thank you.
köszöntelek benneteket, mint hőbab és templomiskolák vezetője. Ma az utóbbi minőségben vagyok köztetek. Magam szeretnék meggyőződni arról, hogy valóban alkalmas-e Joakim testvérünk lánya, hogy ilyen fiatalon álljon templomunk szolgálatába. Meg vagyok győződve, hogy Anna asszony jól előkészítette őt, hiszen ő is ennek az iskolának a neveltje. Joakim testvérünk, nem találsz valamilyen felmentő indokot fogadalmat teljesítése alól? Idősnek találnék ekkora áldozat meghozatalára. Az úr meghallgatta kegyelmésem szavát, és kiemelt a szomorúság lelméből. Viszontzásképpen boldogan teljesítem fogadalmamat, megkiszentelem lányomat, hogy szolgáljon a templomában. A végleges vetés azonban lányom. Anna asszony, még ma is olyan határozott, nemes anyai szíved, mint amikor könnyes szemmel ígérted, ha az Úr megajándékoz gyermekkel, neki neveled, neki szenteled. Sohasem keresel nagy dolgokat. Erőmet meghaladok. Mégis, az ő erejével merem mondani, neki adom lányokat. Rendelkezzék vele is, velük is. Ez visszavonhatatlan akarat nekem. Mária, teljes öntudattal és szabad akarattal vállalod-e Isten szolgálatát a jeruzsálemi templomban? De Zsoltár szavaival válaszolja. Mikor ma megyek, ez lesz örökre. Itt fogok lakni, ez a kívánságban. Az ő lelke olyan magasba száll, hogy mi már nem adunk a kívánságban. Hiába lesz. Anna és Joakim jól döntöttetek. Mária nem mindennapi lány, Istennek tervei vannak vele. Mária, itt a helyed. Isten legyen! Kérem, adjátok Máriának a szentek szentjével szemben lévő kamrát, hogy nyugodtan társalhasson az Úrral.
Legyen veletek Dávid családjának kiváltságosai. Köszönöm.